Amikor készítettük a telket, illetve megvettük a telket, akkor már számítottam, hogy valahol a távcsövet majd el kell helyeznem. Aha. És hát körülbelül beálltam arra a részre, ahol a garázs és az épületek, meg a lámpák kevésbé zavarnak. Aha. És ez a terület volt az a legkedvezőbb, amelyiket hát, megtaláltam itt ezen a részen. Nagyon örültem neki, hogy amikor a fényeket, tehát a lámpákat kicserélték, akkor olyanok kerültek föl a helyezésre, amik nem zavarnak, és lefele világítanak leginkább. Aha. Hát a fényszennyezés az a csillagászoknak az egyik legnagyobb ellensége. Azt mondhatom, hogy a direkt fényszennyezés az nagyon kevés itt, már erre a területre. Az általános fényszennyezés, ami ugye a városnak a területéről, meg a faluból jön, az azért már jelentősebb, de még mindig beengedi, hogy fényképezzek is, hiszen én nem csak vizuálisan, tehát szemmel észlelem a tárcsvel az eget, hanem fényképezek is elég sokat. És innen erről a területről szoktam szabadidőmben, hát általában esténként, hogyha derült az ég, akkor nagyon könnyen ki tudok jönni, és akkor ezt a tárcsát fölhelyezve. Ez egy magyar gyártmányú készülék, tulajdonképpen ez a tengelyrendszer, ez az óratengely, és ez mutat az északi pólusra, tehát a sarkcsillag az abban az irányban van. Uh-huh. Egy speciális tárcsővel irányítjuk rá a pontos pólusra állításkor, és akkor ez pedig a úgynevezett deklinációs tengely. Ezzel gyakorlatilag a két koordinátában bármelyik objektumra rá tudom állítani a tárcsövet. Uh-huh. Automatikusan. És ezzel a mechanikával pedig hát tudom követni a végbortnak a mozgását. Uh-huh. Tehát mondjuk egy déli objektumot, hogyha meg szeretnék figyelni azon a részen, éppen kilátok a nyilas csillagkép felé jól, úgyhogy abban a sorokban szoktam nézegetni az elég déle részt, és akkor ugye, ahogy nyugat fele az égitestek nyugszanak, hát így maga a társő, ez a mechanika, ez követi az égitesteket. Be lehet állítani a nap és a hold mozgására, mert azok másképpen mozognak, mert az égen, mint a csillagok, és ezért pontosabb felvételeket lehet készíteni adott esetben a napról. Ez csak egyik távcsövem, de a fotózás miatt több távcsövem is van, amelyik egyik a úgynevezett mély ég objektumokra való, tehát halvány objektumokra, és van olyan, amelyikkel a napot, holdat tudom fényképezni. Ez első